rendkívüli közgyűlést hívtak össze a buszközlekedés jövője lesz terítéken. Harcművészeti irányzat és népi kultúra egyszerre. A barantások fokozatvizsgára készültek. Kezdődik az olimpia Párizsban. Ugrai Pannáért is szorítunk. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök a híradót látják, Kozó Attila vagyok. Csak szeptember 1-én kezdené meg a helyi személyszállítást a 2+2 évre kiírt tenderen győztes Balaton Busz BT. Ez egy tegnap délutáni megbeszélésen derült ki. Erre a kiírás szerint lehetősége van a nyertesnek, azonban a városnak emiatt gondoskodni kell a szolgáltatás ellátásáról augusztusban is. Ezt kijelöléssel tehetik meg, a Joványbusz jelenleg is ebben a formában közlekedteti a buszokat. Július végére rendkívüli közgyűlést hívtak össze. Ma még a Joványbusz járművei hozták-vitték az utasokat Hódmezővásárhelyen. A Hősök terére érkező járattal délután sokan érkeztek. A szolgáltatás 2+2 éves megújítására kiírt közbeszerzési eljárásban azonban Joványék kilométerenként 579 forintért vállalták volna tovább a szolgáltatás ellátását. A legkedvezőbb ajánlatot viszont egy veszprémi cég, a Balatonbusz BT adta 475 forinttal. A tulajdonos ügyvezető az első tárgyalásra még csak egyik munkatársát küldte Vásárhelyre. Ígéretük szerint egy hét múlva, jövő csütörtökön már eljönnek aláírni a szerződést, és szeptember 1-ével tudnak indulni Hódmezővásárhelyen. A nyilvános céginformációk alapján a Balatonbusz BT-t 1991-ben alapították. Tavalyi árbevételük 1 milliárd 847 millió forint volt, és 41 főt foglalkoztatnak. Úgy tűnik, eddig elsősorban a turisztikai piacon dolgoztak. A közbeszerzés kiírásában az szerepel, hogy 90 napon belül kell elkezdeni a szolgáltatást a szerződéstől számítva, tehát ilyen értelemben a szerződésnek ő megfelel a szeptember 1-i indulással is. Azzal indokolta, hogy nem augusztus 1-én kezd, hogy neki nyilván a buszoknak a fölmatricázásától a sofőröknek a felvételéig nagyon sok feladata lesz az indulás előtt még. Úgyhogy egyenlőre az augusztus 1-től legalább szeptember 1-ig tartó időszakra kijelöléshez kértünk be ajánlatokat, legjobb ára alapján fogjuk kijelölni akár a jelenlegi szolgáltatót, ha vállalja, akár valaki mást, ha vállalja. Ahhoz, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Balatonbusz BT megkapja a több mint 130 millió forintos megbízást, a képviselőknek is el kell azt fogadni. Július 30-ára rendkívüli közgyűlést hívtak össze, aminek fő témája a helyi személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyása lesz. Soha még ilyen kevés gyermek nem született Magyarországon, mint júniusban, amikor 6040 baba jött világra. Ez 17%-kal marad el az előző év júniusi adatához képest, amikor 8863 volt a születésszám Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal statisztikájából. A születésszám csökkenés mellett a halálozásoké 5,9%-kal, vagyis 560 fővel volt kevesebb, mint 2023. júniusában. Ugyanakkor a házasságkötések száma is elmaradt az előző évitől, a különbség itt 14% volt, összesen 4946 pár kelt egybe az elmúlt hónapban. Nem az a kérdés, hogy lehet-e 50 fokban operálni, hanem hogy túléli-e a beteg. Így válaszolt dr. Kulja András orvos, a Tiszapárt EP képviselője Kásler Miklósnak, miután a volt miniszter arról beszélt tusványosan az RTL-nek, hogy 30 évvel ezelőtt ő 50 fokos műtőkben végzett 10-12 órás műtéteket. Kulja szerint Káslernek mindenkinél jobban kellene tudnia, hogy milyen óriási mértékben veszélyezteti a páciens felépülését, ha csak pár fokkal melegebb a műtő a megengedettnél. A nemzetközi szabályok egyébként ezt legfeljebb 25 Celsius fokban határozzák meg. Három fővel csökkent a Vásárhelyen élő ukrán közösség lélekszáma, ugyanis Maxim Pilipec, Marina a felesége és egyéves kislányuk Mia Budapestre költöznek. Maxim a helyi klubban boxolt, ugyanakkor segítette barátját Filip Akilovot, aki a magyar csapat tagjaként részt vesz a párizsi olimpián. Jelenleg 35 ukrán menekült él Vásárhelyen, de számuk folyamatosan változik. Itt szőnyír. Ez az enyém? Igen. Ah. Ez torta? Ez torta.
Mariana? Que gusta? Mariana. Vagy bejátok, hogy még ezek Mariana. Ez Mariana, ez. Nagyon köszönöm, mindjárt meg is eszik, jó? Tortával köszönte meg Maxim családja mindazt a támogatást, amit a város és különösen Berényi alpolgármester nyújtott számukra azóta, hogy elmenekültek a háború elől. Azt mondják, hogy a reménytelenségből érkeztek, de itt sikerült újraindítaniuk az életüket. Maxim elmondta, hogy nagyon sokat segítettek nekik, amikor megérkeztek, és ez egy gyönyörű város, szép épületekkel, parkokkal, terekkel. Marina ehhez hozzátette, hogy a helyi ökölvívó klub vezetői támogatták a beilleszkedésüket. Berényi doktor is sokat segített, és nagy hálával tartoznak a városnak ezekért a szép évekért. Maxim és Marina nemrég megkapták a magyar állampolgárságot, kislányuk Mia pedig egy éve született Vásárhelyen. Egyértelmű volt számukra, hogy ki lesz Mia orvosa. Miután én gyermekorvos is vagyok, megkértek, hogy nem vállalnám el, természetesen nagy szeretettel és örömmel, és hát azóta is nem sok dolgom volt vele, hál' Istennek egészséges, életre való, szép kicsi lány, akinek a védőoltásait kellett beadnia, ugye az volt a kellemetlen feladat. A kis búcsú ünnepséget nem hagyta ki Márki-Zay Péter polgármester sem, aki sok sikert kívánt a családnak. Budapesten várja őket egy csomó új lehetőség, nagyon jó lakhatási körülmények, és amit kiemelt, hogy munka, hogy nagyon jó munka várja őket. Maximo családjával a hétvégén költözik Budapestre, hétfőn pedig tovább utazik Párizsba, ahol barátját Filip Akilovot segíti majd, aki magyar színekben boxol majd az olimpián. Jelenleg Vásárhelyen 35 ukrán menekült él, de számuk elég gyakran változik. A Baranta egy olyan harcművészeti irányzat, amelyet tartalommal a magyar népi kultúra, ezen belül is a néptánc, az ének és a hangszeres muzsika tölt meg. Ezeknek a műveltségi elemeknek a folyamatos gyakorlása is fontos feladata az Alföldi Szabadidő Egyesület Hót Baranta szakosztályába járóknak, akik ezen a héten edzőtáborban fejleszthették elméleti és gyakorlati tudásukat. A tét nagy, mert az egyhetes intenzív foglalkozássorozat fokozatvizsgával ér véget. Ezt a földet nagyapám a vérébe védte, szívő eljárt felette, most én lépek helyére. A harc helyett a Baranta filozófiájában mélyülnek el és énekelnek az Alföldi Szabadidő Egyesület Hót Baranta szakosztályának tagjai a Serháztéri Székház nagy termében. Ebben a kultúrában a legkülönbözőbb népi hangszereknek is fontos szerep jut, ezért is került elő a tilinkó, a citera vagy a furuja. A közös muzsikálásnak jó hatása van a csapat kohézióra is. A Baranta az egy harcművészet. A harcművészeteket azt különbözheti meg a küzdő sportoktól, hogy van egy mögötte szellemi tartalom. Nálunk a magyar népi kultúra a szellemi tartalom. Ha végig gondolunk egy népmesébe, vagy egy versbe, egy dúdolóba, egy altatóba, benne van minden, ami szükséges az élethez. És mi ezt szeretnénk kihangsúlyozni a Barantába, hogy a mi szellemi tartalmunk a magyar népi kultúrára épül. A műveltségelemény közé tartozik a néptánc, az ének, a hangszer, és hát az is, hogy kell együtt mulatni, hogy kell együtt dolgozni, hogy kell együtt élni. Itt nincs kiemelt történelmi korszak, a Baranta egészen a 9. századtól a 20. századig terjedő testi és szellemi kultúrát értelmezi egyben úgy, hogy gyakorlói az ősi tudást a mindennapi életben is használni tudják. Jó példa erre a 3 éve barantázó Barankai Csaba. Én megtanultam nem feltétlenül csak a sport szinten, hogy hogyan kell együtt dolgozni, hanem az élet minden terén is, hogy ki kell venni a részünket, mondjuk egy, mikor közösen, mondjuk voltunk most barátokkal nyaralni, hogy hogyan a főzésből, ha valaki főzött, a másik elmosogat, a harmadik megterítés, stb. És megtanultuk, vagyis én itt megtanultam elosztani a feladatokat, hogy mibe kell szerepeket vállalni, úgyhogy a csapatmunkában nagyon sokat fejlődtem, nekem szerintem az volt, amihez a legtöbbet hozzáadott a Baranta. Lábot van egy átfogás, tompa véggel, akkor várjál, tompa véggel megütött, elléptem, lábra támad, elléptem, harmadik lépés, megütött. Az elmélet mellett a gyakorlat sem maradt ki, itt már a helyes lándzsavívás szabályait veszik át a barantások, mert az edzőtáborban a szellemi-lelki tartalom mellett a technikai ismeretek csiszolására és fejlesztésére is lehetőség volt.
Ez az egyhetes, nagyon intenzív foglalkozássorozat múlt hétvégén házi versennyel kezdődött, és egy 32 tételből álló fokozatvizsgával fejeződik majd be, amelyben a népi műveltség is mérlegre kerül. Ma este a nyitó ünnepséggel hivatalosan megkezdődik a 33. nyári olimpiai játékok. Szombaton pedig megkezdődnek a versenyek az uszodában, ahol magyar sikerekért szurkolhatunk. A 4x100-as női gyorsváltó tagjaként a hódúszóese Ugrai Panna is a medencébe ugrik, aki tavaly végzett az Eötvös József Technikumban. Ugrai Panna már eddig is szép sikereket ért el, hiszen a női és a vegyes gyorsváltókkal idén Európa bajnok lett. Sziasztok, Ugrai Panna vagyok, ez az első olimpiám, és váltóban fogok indulni. Ugrai Panna amellett, hogy kiváló sportoló, kedves, közvetlen ember, és mindig szívesen beszélt a tanulmányairól és a terveiről. Tavaly májusban a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum ünnepélyes köszöntőjén kérdeztük arról, hogy gondol-e már a párizsi olimpiára. Most egyelőre ugye a nyáron lesznek világversenyek, oda kvalifikációt kell még szereznem, úgyhogy az a cél, de ugye elsősorban a 2024-es olimpia van így a célkeresztbe, amire nagyon szeretnék kijutni. Néhány nappal később a középiskolai ballagásán beszélt stábunknak arról, hogy szeretne edzői végzettséget szerezni az iskolában. Én nem sokat tudtam azért bejárni így a sport miatt, de amit itt töltöttem, az nagyon jó hangulatú volt, és jól teltek, szóval tanárok nagyon sokat segítettek, az igazgató úr is, úgyhogy tervezek itt maradni még egy 13. évre, hogy a sportszakmát azt megkapjam, hogyha indul ez a képzés, és egyelőre ez a cél. Panna keményen edzett az utóbbi egy évben, és ennek meg is lett az eredménye. Kétszeres Európa-bajnok lett a belgrádi kontinens viadalon, ugyanakkor a 4x100 méteres női gyorsváltó tagjaként kijutott Párizsba is. Nagyon remélem, hogy még tovább tudom faragni a részidejémet ugye a váltóba, és remélem, hogy mindent megteszek a csapatért, és egy jó eredményt tudunk összehozni. A vásárhelyek szorítanak érte, a sportuszodában számtalan biztató aláírás került a rollapként felállított üzenőfalra. Máté Hunor tanítványa szombaton már medencébe is ugrik a váltó tagjaként az úszóversenyek selejtezőjében. A hétvégén megkezdődnek a Magyar Labdarúgó Bajnokság harmadik vonalának 2024-2025 évi küzdelmei. Az NB3-ban idén is 64 csapat vesz részt, 4 csoportba osztva. A Hódmezővásárhelyi Futballklub gárdáját a tavalyihoz hasonlóan a délkeleti csoportba sorolták, ahol 30 bajnoki fordulót követően dől majd el a végső sorrend. A HFC a 2022-23-as szezonban elért második helyezés, és az idén tavasszal begyűjtött bronzérme után a most induló bajnokságban sem szeretne lejjebb adni a teljesítményéből, így továbbra is az élcsapatok közé szeretnének tartozni. Na nézzük, hát akkor semmiféleképpen se egy óriási kapuva, és még ott a gól! Május derekán ezzel a pleszkán találatta a győztele utolsó hazai mérkőzésén a BKV előre csapatát a HFC, és szerezte meg végül a bronzérmet a 2023-24-es bajnoki idényben. Több mint egy hónapja tart a felkészülése az új szezonra a kéksárgáknak, Antal Krisztián vezetésével, akinek több mint 30 éves múltja van a vásárhelyi labdarúgásban, a felnőtt csapatnál pedig trénerként ez lesz a harmadik szezonja. A célunk az volt itt az új szezonra, hogy egyben tudjuk tartani ezt a társaságot, amelyik szinte veretlenül ment a tavasszal, és kiharcolta a harmadik helyet, illetve majdnem a második helyet. Úgy gondolom ez nagyvonalakban sikerült is, tehát a maga az megmaradt. Itt az azért fontos, mert potenciális fiatal játékosok vannak a keretben, akik azt gondolom, hogy szép jövő előtt állnak. A nyáron 4 alapembere távozott a HFC-nek. A kapus Decki Máté 2 szezon után már az NB2-es Mezőkövesnél készül. A védelemből Orosz Márk, aki 4 évet töltött Vásárhelyen, Ausztriában folytatja. Hunya Krisztián pedig Tiszaföldvárra szerződött. Molnár Bence ugyancsak odébb áll. A tavalyi szezonban jó néhányszor szerepet kapó helyi fiatal támadó Borbás Martin is elhagyja Vásárhelyt. Az érkezők oldalán a Hajduk Levente 2007-es születésű játékos jött János Hamáról, tudni kell, hogy saját nevelésű játékosunk, tehát amikor utánpótlás edző voltam, akkor ő nálam játszott, illetve a Povázsai Zsolt jött vissza hozzánk, aki 2 évvel ezelőtt ment el, a Szeged Losics 2-es csapatától jött hozzánk. Úgy gondolom, hogy ők mindketten erősítés lesznek. Így néz ki jelenleg a Városi Stadion gyepszőnyege, ahol a napokban fejeződött be az új öntözőrendszer telepítése.
Ezen munkálatotnak is köszönhető, hogy a csapat kizárólag műfűvön tudott készülni, és az első négy bajnoki meccsét már biztosan idegenben kell megvívnia. Egy ütközés és a Bravo! A fiatal helyi nevelésű 20 éves Vajcs Marcell lesz a HFC első számú hálőre a következő szezonban. A kiváló adottságokkal rendelkező kapus 4 éves kora óta focizik, 7 évet töltött Felcsúton a Puskás Akadémiánál, majd Hollandiában a NAC Bredánál is megfordult. A irányítás az első fő erősségem, hogy átlátom a játékot, ismerem a társaimat, hogy ki mire képes, hogyan tudom őket segíteni, és ezáltal hogyan tudom magamat segíteni, hogy nekem legyen a legkönnyebb dolgom. A hivatalos átigazolási időszak ugyan július 20-ával lezárult, de augusztus 31-ig van még lehetősége a csapatoknak új játékosokat szerződtetni, a klubok kölcsönös megegyezésével. A HFC-nek is van még több kiszemeltje. A vasárnapi bajnoki nyitányon Gyulán vendégszerepel majd a csapat, a Békés megyei bajnok ellen, akik legutóbb 9 éve szerepeltek az NB3-ban. Ők a Kőrösladán csapatával erősítették meg edzői stábjukat és játékos keretüket. Ennek ellenére Antal Krisztián együttese győzni szeretne a bajnoki nyitányon. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, hírműsorral legközelebb, egy hét technikai szünet után, augusztus első hétfőjén 17 óra 30 perckor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk, de a következő egy hétben keressék fel Facebook oldalunkat, YouTube csatornánkat, nézzék vissza korábbi műsorainkat, videóinkat, illetve a hírekért keressék hotpress.hu címen hírportálunkat. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!